Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét ezen a napos, késő nyári vasárnapon. Szeretek korán reggel a kertben üldögélni, gyönyörködöm a reggeli fényekben, megiszom a kávémat, és eltervezem az aznapi teendőimet. A mai napon a szobanövényeké lesz a főszerep. Környezettudatos otthonunkban nem csupán a kertben, de a házon belül is folyamatosan növelem a növényeink számát. Ehhez a lehető legolcsóbb és legegyszerűbb módszert használom, amit csak lehet, itthon szaporítok. Ma 10 könnyen kezelhető és szaporítható szobanövényemet mutatom meg nektek. Az egyre szaporodó szobanövényeim átültetéséhez folyamatosan szükségem van újabb és újabb cserepekre. A műanyag cserepeket megőriztem még a múltból. Az agyagcserepek, amik viszont nagyon nagy kedvenceim, ezeket többnyire használtam, vásárolom meg, vagy szerzem be innen-onnan. A szobanövények szaporításáról sokat olvastam, és még több videót is megnéztem. Szinte mindenhol azt láttam, hogy egyszerű, és már akár 40 nap elteltével is óriási gyökeret eresztenek ezek a növények. A saját tapasztalatom azonban azt mutatja, hogy ez közel sem ilyen gyors menet. Vannak olyan szobanövényeim, amiknek több hónap, akár fél év is kellett ahhoz, hogy ilyen szép nagy gyökeret növesszenek, mint amit a videóban is láttok. A bemutatott 10 növény közül az első 3-at nem olyan régen, pár hónapja vásároltam egy üzletben, így ezeknek a szaporításáról egyelőre még nincs tapasztalatom. A Diffenbachia szaporítására még emlékszem gyerekkoromból, de ahhoz még nagyon sokat kell nőnie ennek a kis növénykének. Az aglegény pálma szaporítását kétféleképpen csináltam. Egyrészt leveleket tettem vízbe, másrészt pedig egy letört ágakat szintén vízben tartottam. Nagyjából 6 hónap kellett ahhoz, hogy gyökeret eresszenek, és olyan 50%-os sikert értem el. Ennek az elsárgult levélnek is nőtt gyökere, így teszek egy próbát vele. Az anyós nyelv gyökeresztetését is egy videó alapján csináltam. Ezek még csak pár hete vannak vízben, és ezon kívül, hogy egészségesnek tűnnek, még nyoma sincs a gyökérzetnek. A korábbi gyökeresztetésem viszont ilyen szép gyökereket eredményezett, de ehhez is legalább 4 hónap kellett.
A Monsterának ez a futó lyukacsos levelű változata nagy kedvencem. Gyökeresztetni könnyű, de túlöntözni is. Érdemes inkább többször egészen kevés vízzel locsolni. Ez a teltvirágú szobai hibiszkusz nagy lutri volt, akitől kaptam, ő azt mondta, hogy még neki sohasem sikerült gyökeresztetni. A négy hajtást egy befőttes üvegben, keleti napot kapó konyhaablakban tartottam. Rendszeresen cseréltem a vizet alatta, és az újonnan megjelenő virágbimbókat mindig leszedtem. Valószínűleg ezzel még erőteljesebb ösztönzést kaptak a gyökerek, mert sikerrel jártam. A nyíllevelet is könnyű túlöntözni, de a gyökeresztetéssel semmilyen gond nem volt. Gyorsan és erős gyökeret eresztett. A sarjika bébiket postán egy borítékban küldte nekem egy ismerős. Szépen cseperednek, remélem hamarosan megjelennek a leveleken a kicsi növénykék. Végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb kedvencem a pénzlevelű pilea. Az ő sorsa elég hektikusan alakult, miután megvettem pár hét alatt szinte az összes levelét ledobta, míg egyszer csak összeszedte magát, és megjelent egy új egészséges hajtás. Azóta nagyon jól érzi magát, és megállíthatatlanul neveli a kicsinyeit. A szobanövényeim bemutatását és szaporítását hamarosan egy újabb videóban folytatom. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal. Hozzászólásban pedig várom a ti tapasztalataitokat is. Ha pedig feliratkoztok a csatornámra, akkor a következő videókról sem maradtok le. Sikeres növényszaporítást kívánok nektek és szép napot! Sziasztok!